A reiki sokak számára misztikus és megfoghatatlan fogalom, nem igazából tudják hova tenni és hogy mire használják. Mi tulajdonképpen a reiki és honnan ered? Ezt kérdezem Galgóczi Ágnes, reiki mestertől. Szeretettel köszöntök mindenkit. Hogy mi a reiki? Hát az egy isteni csoda. Isten megnyilvánulásának egyik formája, és egy isteni, intelligens, univerzális energia. Mivel isteni, szabadsága van neki, ami egy isteni principium, és ez szeretne megnyilvánulni. Hogy szabadon folyik, ájad, aki kezelve van, és a kezelő között. Nem lehet behatárolni. És hogyan fejti ki a reiki a gyógyító hatását? Reiki a gyógyító hatását kezelés során fejti ki. Aki reikist, elvégezte a reikit, az egy pácienset, hogyha kezel, átadja neki ezt az univerzális energiát. Nem a saját energiáját, hanem az univerzális energiát. Egy-egy ilyen kezelésnél a gyógyító csak egy csatorna, amin átfolyik ez az energia, és amit végül aztán a páciens kap meg, és az ő szervezete, az ő teste tud hasznosítani, és épül be teljesen a szervezetébe. Hogyan néz ki technikailag egy gyógyításnak a folyamata? A gyógyítás folyamata, ez egy kellemes, nyugodt környezetet kell teremteni hozzá, hogy ne zavarjon az ember, külső zajok, meg más emberek. Végülis a páciens fekvő helyzetben van, először lesimítjuk az auráját, utána a csakráit tisztítjuk, és utána a kézátétellel végig van energiával, fel van töltve a teste, a szervezete körbe-körbe. Lehet tudni, hogy mit éreznek a páciensek a gyógyítás alatt? Nagyon kellemes, először ilyen bizselgető érzést fognak ők érzékelni, és melegséget. Mindig azt mondják a reiki kezelőnek, hogy olyan jó meleg a kezed, és ne is vidd tovább, hagyd itt még rajtam. A reiki energiával tehát változást idézünk elő a kezelt személynek a szervezetében, általában megszüntethetők a különböző problémák. Mennyi idő után jelentkezik a gyógyító tevékenység jótékony hatása? Mennyi idő kell, amíg a fizikai testre átíródik a gyógyítás? Hát ez mindig függ attól, hogy milyen problémája van a páciensnek. Egy-egy nátha vagy influenzás tünetek gyorsabban lefutásuk az ideje, de egy-egy kezelésnek a teljes beépülése a testbe 12 óra, ami szükségeltetik hozzá, hogy a test durva áramlatából be tudjon keveredni a finom áramlatokba, ahol aztán beépül teljesen a szervezetbe. Van valami, amire különösen ügyelni kell egy megkezelt személynek a kezelés után, hogy ez az átíródás a lehető legjobban megtörténjen? Természetesen végül is egy 12 órás időtartamba kerülni kell a zuhanyzást, a fürdést, jobb apró mosakodást azt el lehet végezni, de a nagy zuhanyozásokat azt ilyenkor mellőzni kell. De egy 12 órán belül múlva lehet tisztálkodni természetesen. Ennyi idő kell az energiának, hogy teljesen be tudjon épülni, és akkor van eredménye. A reiki energiával való kezelést és a szimbólumok használatát az érdeklődők tanfolyamon sajátíthatják el. Ha néhány szót hallhatnánk ezekről a tanfolyamokról, csak úgy vázlatosan, milyen léptékűek, és körülbelül mit lehet ott elsajátítani? Hát egy első fokozatnál a tanuló beavatást kap, ami által ebbe a reiki energiába összeköttetést kap az ehhez az energiához, és elmélyül az Istenben való hite, vagy visszatér, akinek kicsit visszább hatott, és emelkedik a hezgés szintje, és átértékelődik a szemlélete. Más dolgok lesznek fontosabbak, és a zavarhő körülményeket jobban ki tudja iktatni az életéből. Sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lesz egy-egy beavatás során. Első tanfolyamon megtanulják a kézközelben van a páciens,
A kettes fokozatnál ott már szimbólumokat tanulnak, ami fokozza szintén a helyikének az energiának a áramlását és a testbe való áttülését, és van hozzá egy távszimbólum, így mondjuk, ami messze távol lévő emberekhez is el tudja juttatni ezt az energiát. Ezek szerint az első fokozaton a tanulónak a rezgés szintjét emeli meg a beavatás során a mester, aki a tanítást végzi, a második fokozatban pedig a szimbólumokkal ismerkedik meg, és azok használatával. Igen. Mi a szimbólumok szerepe a gyógyításban, illetve a kezelésben? A szimbólumok szerepe fokozzák az energiának az áramlását, de mint mondtam, a helyki az egy szabad energia. Úgyhogy a szimbólumot is használok, hogy valamilyen területe fokozottan áramoljon az energia, attól ez csak egy tanács a helyikének, mert úgyis ő fogja eldönteni, hogy hova fog áramolni. Lehet, hogy rosszul mértem fel a helyzetet, és nem is oda kellene az a szimbólum. Úgyhogy az helyiki energia elnéz az ilyen apró hibák, mondanám hibákat, apró dolgokat, és úgyis ő dönti el, hogy hol szükséges a betegnek, a páciensnek a energiafeltöltés. Mégis a helyiki az a gyógyulásnak a elősegítését segíti, és a gyógyultá való válást, egészség megőrzését. És minden fajta gyógymóddal lehet alkalmazni, de az orvos nem helyettesíti. Megütötte a fülemet egy mondatod, amikor azt említetted, hogy az első fokozatban a résztvevők Istenben vetett hite elmélyül. Ezek szerint akkor rejki és hit egymással összefüggő fogalmak. Hát végülis ez egy isteni energia, azt az elején említettem neked, és végül is megtapasztaljuk, igen, hogy ezt a szeretet energiát végül is az ember ezt úgy érzékeli, ezt a helyi energiát, mint a szeretetet kap és ad végeredményben. A páciens és a kezelő személy között egy mély szeretetteljes kapcsolat alakul ki a kezelés alatt, ami végül is mint egy buhok körbe veszi őket. Lehet-e használni a rejkit nem éppen kellemes, nem éppen jó dolgokra? A pozitív energiát más sem nem lehet használni, csak gyógyítása, és csak élő szervezetekkel, növényekkel, állatokkal és természetesen emberekkel. Negatív dolgokat nem tudunk vele művelni. Tehát akkor egy beoltott rejkimester, aki fel van kenve a gyógyításra, a kezelésre, azzal nyugodtan és bizalommal fordulhatunk hozzá, ha valami problémánk van. Kiknek tudnád ajánlani a rejkit, akár a tanfolyamon való részvételt, a tudás elsajátítását, illetve a rejki kezelésen való részvételt? Én ajánlom az útkeresőknek, mert ez egy lépcsőfok, vagy egy lépés az úton, amin, hogyha elindul, akkor már úgy érzi, hogy talán már elindult, és végül is nem is a cél, sosem a cél, hanem hogy megtaláljuk az utat. A cél az már mellékes, mindig az út a fontos.